Tehát mellettem Uros Anna, a DVTK Akadémia játékosa. Az U12-es Basketball Super Challenge tornáján először vettetek részt, és második helyen végeztetek, egy nagyon küzdelmes döntő után maradtatok végül alul. Külön díjas lettél. Először beszéljünk arról, hogy milyen volt neked ez a mai nap. Nekem nagyon tetszett, és hát ugye másodikak lettünk, de szerintem ez is nagyon jó eredmény. Hogy élted meg ezt a finálét? Mi az, amivel szerinted végül a soproniak felújtottak kerekedni? Jobban védekeztek, és ugye nekünk több eladott labdánk volt. Külön díjas lettél. Hogy láttad a saját teljesítményedet? Szerintem az első meccsen jobb voltam, mint ezen. Beszéljünk egy picit rólad. Mikor kezdtél kosárazni? 4 éve. És itt kezdted ennél a klubnál? Igen. Miért pont ezt a sportágat választottad? Mert testvérem is itt kezdett meg, ez volt olyan közel, hogy tudjuk, hogy közel, tehát hogy közel volt. Van esetleg példaképet kosárlabdában? Igen, Megyesi Dóra. És mi az, amit el szeretnél érni hosszú távon ebben a sportágban? Hogy én is bekerüljek a felnőtt csapatba, és megnyerjem az NB1-et. Azt meg szeretnénk tudni, hogy mennyit edzel egy héten, hogy néz ki az edzésed? Hát, hogyha nincsen olyan sok tanulnivalom, akkor 5-5. Mondtad, hogy a családnak is van azért kötődés a kosárlabdához. Van még bárki, aki esetleg sportolt, vagy kosarazott magasabb szint? Hát, apukám volt kézilabdakapus, ő jó eredményt ért el benne. Köszönjük szépen az interjút, és kívánjuk, hogy el tud érni a sikereidet.